megteltek a Béla királytéri római katolikus templom padsorai Szekszárdon. Az ökumenikus imahét keretében a Tolnai vármegye székhelyen először Kaszó Gyula református lelkész hirdette az igét. A programsorozat célja, hogy megerősítse a szétszakadozott keresztény egyházak közötti kapcsolatot. Az ökumenikus imahetet évről évre a Krisztusban hívők egységéért szervezik meg. Ez egy imádságos alkalom, amikor a közöttünk levő dogmatikai, ne talán liturgikai különbségeket félretéve az egy lényegre, a mi Úrunkra figyelünk. Szekszárdon ez úgy valósul meg, ez is egy több éves tradícióra visszatekintő sorozat, hogy napról napra más helyszínen, mindig más vendéglátóval és más igeszolgálóval találkoznak a közösségek. Ez azt jelenti, hogy senki nem a saját helyszínén szolgál, hanem mindenütt vendégként vagyunk. Krisztus is vendégségbe jött a saját világába, és így érezzük magunkat itthon, mindegyik lelki otthonban mi is. Anélkül, hogy megérdemelnénk, vagy bárhogy is kiérdemelhetnénk Isten, nap mint nap hatalmas kegyelmet tanúsít irántunk. Elhalmoz áldásaival, fogantatásunk pillanatától egészen halálunk pillanatáig, körbevesz materiális javakkal, és még ennél is szélesebb ölelésben körülvesz immateriális javakkal. Én szolgálok református igehirdetőként a Béla téri plébánia templomban, holnap pedig nálunk a római katolikus testvérek szolgálnak. Nagyon hosszú történelemre tekintünk vissza, és a történelem hosszúsága indukálja a különbségeket is. Tradicionális, kulturális különbségek is kiütköznek, de a lényeg ilyenkor különösen is az egységre való figyelés. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg. Az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt. A program Magyarországon több évtizedes hagyományra tekint vissza. Évtizedes múltra visszatekintő és az egész bolygót átfogó kezdeményezés ez, tehát az észak és a déli féltekén is ebben az időben kerül megszervezésre. Az igazságos ítélet, az irgalmasság és a hűség. Ezek így önmagukban sem tudhatók le, nem pipálhatók ki, mert sokkal nagyobbak annál, hogy megsarcolhatók lennének. Isteni javak ezek, amik krisztusi úton mennyei kincsként érkeznek az életünk szintjére. Az ezévi imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa készítette. A kiemelt téma ezúttal az igazságosság és a béke. Minden évben más-más, ahogyan mi is ugye váltakozunk itt, vagy cseréljük a helyszíneket, és inkább azt mondom, hogy váltakozva kerülnek sorra a helyszínek és az igeszolgálók. Az imaheti füzetek kidolgozása is ilyen váltásban történik. Az idén a Minnesotai, tehát az Egyesült Államok beli testvérek állították össze a füzetnek az anyagát. Ők választják ki az alapigét is, ami most Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből van. Ők osszák be a napokat is, adnak javaslatokat az igékre, és így ez azt jelenti, hogy az egész bolygón mindenütt tulajdonképpen ugyanaz a szentírási szakasz kerül oda a testvérek elé. Ez is egy egybekötő kapocs egymással és az Úristennel. Az anya Isten,